Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónk vendégét, dr. Hantos Istvánt, a Budakalászért Védegylet elnökét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, és én is köszöntöm Budakalász lakóit. Ugye nagyon régóta tagja a képviselőtestületnek, hogyan értékeli az eddigi munkáját, az elmúlt jó pár esztendőt, jó pár évet? 2007 óta vagyok tagja a testületnek némi megszakítással. Az első két ciklusban, amikor időközi választás volt, akkor egyéniben nyertem, de amikor a nagy választási ciklusok voltak, akkor nem. És most én is listán kerültem be. Mi vagyunk az örök kisebbség. Tehát hol egy, hol két képviselővel, és bárki adta a többséget, tehát ugye a kisebbségnek az a dolga, hogy állandóan verje a harangot, mi ezt megpróbáltuk megtenni, de hát ritkán megy át a rendszeren azért az, amit mi szeretnénk. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy ha a hatékonyság oldaláról nézem, akkor biztosan nem vagyunk túl hatékonyak, mert hogy mit szerettünk volna elérni, és ebből mi lett, ezt értve a hatékonyság alatt, de olyanokban talán az, hogy felhívtuk sokszor a figyelmet arra, hogy amikor hirtelen valaki nagyot akar, és akkor ott egymás között eldöntötték, hogy van más sarok, más honnét is rá lehet nézni, azt gondolom, ez nekünk nagyon-nagyon fontos szerepünk volt, és a véleményem szerint ebből az elmúlt sok esztendőben, amit így hol a Nógrádi Zoltán egyedül, hol ketten, most én egyedül töltöttünk, azért volt egy nagyon fontos szerepünk szerintem az, hogy megtanítottuk, most lehet, hogy erős szó mindenkinek, hogy érdemes odafigyelni arra, amit a kevesebben lévők mondanak, mert hát néha van nekik is igazuk. Az elmúlt hetekben, hónapokban azért most többször is volt példa, hogy lendülettel haladó többséget elvitte egy kicsikét a lendülete, hiába integettem, hogy álljon meg a menet, álljon meg. És aztán utólag kiderült akár külső hatóságoknak a véleményéből is, hogy hát bizony a többség lendülete az most nem lett volna annyira, jobb lett volna, ha nem annyira nagy. Tehát ilyen volt például az ártülés, nyíltülés, amikor a bizottsági külső tagok megválaszt. Ott sajnos törvénytelenséget követett el a testület. Én felhívtam a figyelmet, de hát a szokásjog alapján ez ugye így történt. Utólag tisztába került, hogy nem így kellett volna. Tehát az, hogy mi ugye kényszeresebben jobban követjük azt, hogy mi változik a világban, mert hogy a többség úgyis meg tud szavazni magát mindenféléket, nekünk pedig ugye azért kell napra késznek lenni, hogy állandóan mondjuk ez már nem így van, nem így van, nem így van. Tehát ez nekünk kényszeresebb, mint a többségnek. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból a mi szerepünk fontos, de a hatékonyságunk az nagyon-nagyon cseki. Tehát nem vagyok megelégedve azzal, amit elértünk, ha rövid akarok lenni. Mi az, amit nem is elégedett, de azért tervek, célok mindig vannak, hogy a programjában is mi volt az, vagy mi az, amit szeretne megvalósítani, nyilván itt a Berdó, hiszen az az ön területe, a körzete, ott működik az egyesület is. Igen, hát Berdó az ugye Budakalásznak egy nagyon érdekes foltja, számtalan bajjal megverve, a vizével, a csatorna nélküliségével, egyáltalán a meredek oldali utaival, hogy nagyon kevés út megy föl, illetve jön le, amely kényelmesen és főleg biztonságosan használható lenne. Tehát az mindig is probléma volt, hogy hogyan lehet összehangolni a Berdó érdekeit, például a lent a falu érdekei. Vagy nekem, amikor az első ciklusban voltam képviselő, akkor a Budai út is hozzám tartozott, a Jókai utcával és a fönti rész is. Ugye fönt az volt a kérdés, hogy vigyük le a vizet, aztán a többi nem érdekel. Ugye a lent lakóknak meg az a nyakába ment. Most akkor kinek vagyok én a képviselője? Tehát itt nagyon nehéz volt ebben mozogni. Most, hogy átalakulva a körzet határok, most egy kicsit tisztába Berdónak a helyzet ilyen szempontból, de ami nekünk nagy régi sérelmünk igazából, az az utak meg a csatorna hiánya. És én valamikor ugye letettem a nagy esküt, most nem a képviselői esküt, hanem magamnak meg a hegynek, hogy addig nem nyugszunk, ameddig ebben nem lesz megoldás. Én bevallom őszintén sokkal gyorsabb megoldásra számítottam, tehát itt nagyon sok volt ebben a hitegetés. Ez részben innét helyben az önkormányzat, vagy a többség részéről, de most az utóbbi években nem verném el rajtuk a port, hanem a kormányzat, hogy aki, most már aztán nagyon lesz, idén már aztán annyira nagyon lesz, hogy majd ősszel lesz, de inkább majd jövő tavasszal, majd őszre már aztán nagyon-nagyon, de jövőre szinte biztos. Ugye most az elmúlt 2,5 évet mondtam el az ígéretekből. Közlönybe is megjelent mindenbe. Tárgyalunk, alkudozunk, aztán nem történik semmi. És azért nagyon türelmetlenek már fönt az emberek. Tehát számomra az a legfontosabb jelen pillanatban, bár most a Karcsi az egyéni képviselő, a Kartner Károly fönt, de hát szerencsére ott most többen is vagyunk, akik érintettek, hogy ezt a csatorna és az út és a felszíni vizek elvezetését úgy oldjuk meg, hogy ez lentiek számára ne jelentsen katasztrófát, azért ne a nyakukba vezessük a vizet. A másik ilyen, most ugye mivel nem egyéniben vagyok képviselő, azért az egész település, sőt, hogy az új törvény szerint az egyéni képviselők is az egész településért éreznek
felelősséget, vagy kell, hogy érezzenek. Van egy pár olyan dolog, amit Budakalász egészén szeretnék. Igaz, hogy ez a rettenetes állapotunk, hogy így is, meg így is keresztül mennek rajtunk az utak, ezen nem olyan nagyon sokat tudunk változtatni. De hogy azt a fajta környezetet, amiben élünk, a közvetlen környezetünket, azt olyanná tegyük, hogy azon jó legyen végigmenni, hogy úgy nézhessünk körül, hogy oké, hogy azt nem tudjuk megváltoztatni, de ami azon kívül esik, azért abban mondjuk jó budakalászinak lenni. Ilyen volt ez a faültetési kezdeményezésünk, amire sajnos nem csatlakozott senki, és nem tudom, miért jó az valakiknek. Most már gyakorlatilag minden fánkat kitörték össze. Azóta újra ültettük őket, újra tönkretették őket. Nyilván újra fogjuk valamennyire kezdeni, meg a hivatalral is beszéltünk, hogy ők is valamilyen módon beszállnának, mert azért saját önerőből nem nagyon fogjuk tudni ezt finanszírozni, mi ahhoz túl kicsik vagyunk, hogy végig. De azért szeretnénk a közélet Budakalászon olyanná válna, hogy nem a politika fogja meg megmondani a közéletnek, hogy miről kell beszélni, hanem a helyi politika az a közélet problémái után megy, illetve elé szalad, és azt megpróbálja megoldani. Tehát, hogy egy olyan közvetítő csatorna jöjjön létre, amelyben a bajok valóban a problémák eljutnak, és valódi problémákról beszélünk, és nem feltétlenül mindig áll problémákról. Nagyon szép az, hogy Budakalászon ennyi virág van. Sokakat megnyugtat, de amikor lemegy a világos részről egy utcával arrébb, és botorkál egy utcába, ahol nincs közvilágítás, és 40 centis gödrök vannak, akkor bizony visszafele is úgy gondol azokra a világokra, hogy hát lehet, hogy más kellett volna helyette csinálni. Tehát persze, hogy ezeket együtt kell csinálni. Olyan nem lehet, hogy mindig az menjen a sor végére, hogy most éppen az akut dolgokkal foglalkozunk, de azért az, hogy ezt egy kicsit jobban közvetítsük, hogy jobban megmondjuk a lakosságnak, hogy mi miért van, meg mi mikor lesz, azt gondolom, ebben még bőven van teendő. Tény, hogy van újság, van televízió, tény, hogy ugye kevesekhez jut el, az újság azért gyakorlatilag mindenkihez eljut. Én egy picikét nagyon sokat fejlődött az újság, tehát ezt én elismerem mindig, bár kritikus vagyok az újsággal is, meg a tévével kapcsolatban, és mindenki tudja. Elismerem azt, hogy nagyon sokat fejlődött az újság, de egy picikét élőbbé, kicsikét jobban tenném, hogy olyan fórumá, ahol többen szólalhatnak meg abban, hogy azért Budakalászt ők hogyan látják. Tehát egy kicsit ez ilyen kicsit királyi tévé, kicsit királyi újság. És ez nekem ez bajom, ezt minden költségvetésnél mindig el is szoktam mondani, vagy az árszámadásnál is, vagy azon kívül is. Tehát, hogy én ehhez biztos hozzányúlnék, hogyha lenne eszközöm és módon. Itt nem a benne dolgozók személyével van, ezt mindig el szoktam mondani. Mindenkivel szerintem, akit ismerek, jó viszonyban vagyok. Nem az a baj, hanem hogy a média szerepét én Budakalászon kicsit másként képzelem el. A másik, vagy a harmadik ilyen terület, a közvetlen környezetünkből egy picit kiszakadva a közös tereink. Tehát a tó környéke például. Igaz, hogy ott most már azért nagyjából rendben van minden, csak hogy olyan jó lenne, hogyha tényleg egy kicsit jobban, gyorsabban mennénk előre abban, hogy akkor az igazi olyan köztér legyen, amit élvezhető használni. Most ez egy furcsa kettős állapotban van. Jönnek máshonnét ide, de hát azt mondjuk, hogy itt nem lehet fürdeni, meg, és akkor ezért kicsikét elhanyagoljuk ezt. Oké, ezért valamennyire rendet tartanak az ott lévők, meg az önkormányzat is, de nincs kitalálva. Sok-sok falusi rendezvény, vagy városi rendezvény elnézést, ki van már azt találva jól beáll, ugye most hétvégén is például lesz, és remélem, hogy sokan jönnek el erre, mi is igyekszünk ezeken részt venni, de hogy a tereink, azok nincsenek szerintem ilyen szempontból kellően jól belakva. És annak ki kéne találni a funkcióját, a környezetét, padokat kéne tenni, barátibbnak kéne lenni, ott legyenek közkutak, tehát ugye amiket sorba lezártak, elszáll, elvittek onnét, tehát ezeket én nagyon komoly hiányosságnak gondolom, hogy ezekre én úgy érzem, hogy még mindig nem fordítunk elég hangsúlyt. Tehát nekem ez a három fő gondom van. És ezekre ön, mint képviselő, milyen megoldásokat tudna a testületben mondani, javasolni? Tehát nyilván itt most mondta, hogy a közterekre rakjanak több padot, közkút. Én például szeretném azt, hogy volt valamikor egy olyan kezdeményezésem, és aztán ez úgy félig meddig megvalósult, hogy legyenek egységes tájékoztató táblák Budakalászon. Én kicsit nagyobbakat, kicsit valami sajátosabbat, kis nem ennyire tömegtermékeket képzeltem volna el. Ezek mellé azonnal kitettem volna például, hogy amerre mutat, ott lettek volna azonnal azok az érdekességek, amit Budakalászon vannak. És oda tettem volna például, hogy tennék egy kis tájékoztató táblát. Arra mész, ott van a templom, ennyit kell tudni a templomról. Aztán ez fölkelti valakinek az érdeklődését, akkor el fog oda sétálni. A Hévát járó környéke, vagy akár különösen az első megállónál, ugye tudom, hogy ez persze BKV terület. De azért ott is, vagy a főtér környéken, ahol sokat állnak és sokat várnak az emberek. Az nagyon jónak tartom, sok-sok évvel ezelőtt egyszer külföldön láttam, és most már itthon és sok településen megjelentek ezek a
kölcsönkönyvtárak, ha úgy tetszik. Ugye ki vannak rakva, Szentendén is van egy-kettő ilyen. Ki van rakva egy ilyen kis üvegezett szekrényke, és aki úgy érzi, hogy van otthonról fölösleges könyve, az bepakolja oda. Eljön valaki, elviszi, ezt elolvasom, és berak helyette egy másikat. Most nem kell egyez egybe, csak azt például ott állok a hévnél, elfelejtettem magammal újságot vinni, ott nem lehet vásárolni. Jó, ma már persze mindenki nyomkodja a telefonját, de én azért azt gondolnám, hogy legyen jobban a környezetünkben az a fajta kultúra jelen, ami lassan kezd kiveszni belőle. És nem csak a nyomtatott szöveget értem ez alatt, hanem azt a fajta tájékoztatást, amelyik nem arról szól, hogy akkor mikor, hova kell menni, hánykor van ott valami, hanem úgy általában mond dolgokról valamit. Ha körbenéz a világunkban, csak az ilyen mobil dolgok irány, most nem a telefont értem alatt, hanem az ilyen gyors történések felé való információ jönnék meg körülöttünk. Az önmagukért valók, azok alig-alig, azok elkoptak. Tehát én ezekkel például Budakanál sokkal jobban telraknám. A kerék környékétől kezdve hát annyi minden van a kevélre vezető útka, tehát annyi olyan hely van Budakanászon, ahogy ezt így lehetne. Tehát én ezt például polgárbarátabbnak tekintem ilyen értelemben, mint a kicsit kevesebb virág elférne, és kicsit több ebből az nekem szimpatikusabb lenne. Tó környékén ugye öreg vita ez a bekerítsük, ne kerítsük be. Most a bekerítés mellett tengelnyi érv szól, én azt gondolom, hogy ha bekerítenek valamit, a számomra mindig azt jelenti, hogy én azon kívül vagyok. És hiába mondják nekem, hogy te budakanászi vagy, te 10 forintért fogsz majd bemenni, mégis azt érzem, hogy azt, ami magától értetődően ott van, lemegyek, az az enyém, abból engem most kizártak. Tehát én nem pártolom ilyen szempontból ezt. És tudom persze mindig azt mondják, hogy sokkal több így összeszedni a szemetet, sokkal több a rongálás így, mert akkor lehet ellenőrizni lehetne. De most tényleg ott fogunk majd élni, ahol egyébként is élünk, mindenhol telekamerával, lezártakkal, biztonsági őr enged be a tóhoz. Tehát nekem ennek az a fajta üzenete, amit értek egyrészt pénz oldalról, meg biztonság oldalról, nekem ez sokkal nagyobb veszteség. Ahhoz képest, mint hogy az embernek, ha olyan kedve van, lemegy, és akkor úgy könyököl, és nem kell áthámoznia magát. Kerítésen, biztonsági őrön. Tehát az én világképem olyan jellegű település biztonsága, ahol az emberek adják a biztonságot, és nem a biztonsági őrök és a kerítések. És tudom, hogy a világ e felé megy, de hogyha fölvesszük ezt, akkor ezen a folyamaton mi gyorsítunk. És arra tanítjuk meg a következő generációkat is, hogy neked ez a természetes, hogy így élj. Na most én nekem ez nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik. Nekem a közösségi terek tetszenek, a közösségi megmozdulások tetszenek, ahol együtt figyelünk arra, hogy minden rendben legyen. Mert ez tud megtartani értéket, települést, szokást, hagyományt, akár embereket is ugye adott szituációban, országukban vagy településükön. Hát nézze rá az országra, hát tízezrek, százezrek mennek el, mert nem érzik valamitől jól magukat benne. És hát az nagyon rossz lenne, hogyha Budakanászon nem éreznék jól magukat az emberek. Ugye a munka az mindig a bizottságokban kezdődik. Ön ugye a település fejlesztési bizottság tagja. Szorosan összefüggenek a munkák. Ott mi a legfontosabb, vagy nyilván ezek a legfontosabbak, de milyen ott a munka a bizottsági tagokkal? Nagyon sajnálom, hogy nem közvetíti a televízió a bizottsági üléseket. Én azt gondolom, és ezt kértem is egyébként régebben, hogy legyen benne az elvárásban a pályázatnál, mert valaki megnézi a testületülést, néha lemegy egy testületülést 15-20 perc alatt, 3-4 óra alatt, 20 napi rendel, mint hogyha egy szavazógép lenne csak. Ez bizonyos szempontból jó, mert azt igazolja, hogy az egyetértés az nagyjából kialakult valahol. Na de hogy és hol alakul ki? Szerintem ezt kellene igazából megmutatni, mert látod, csak izé bábszínház, mindenki emelgeti a kezét, jön ez. Na de azt értsd meg, hogy ott az a kérdés, lement 3-4 óra alatt a testületülés, ez az egy napi rendi pont bizottságon másfél óráig. És az egész meg 4-6 órán keresztül. Mert hogy ott van az, hogy akkor tegyük le a térképet, nézzük végig. Mérnök úr, miért van ez így? Most jegyző úr, ez hogy a vánatban van, vagy alpolgármesterek, vagy polgármester. Bizottsági tagok is ugye különböző szemléletmóddal közelítenek dolgokhoz. És akkor ott végig lehet ezeket vitatkozni. És hogyha ezt végig tudnánk nézni, Budak, most lehet, hogy senki nem lenne rá kíváncsi. De azt gondolom, hogy ez nem az az érdekes, hogy ő kíváncsi ez, hanem az, ha meg akarja nézni, nézhesse meg. Ha meg akarja tudni, nézhesse. Ki az, aki bemegy és kikéri a jegyzőkönyveket és elkezdi elolvasni? A tévét jobban megszoktuk, ülünk előtte, vacsorázgatunk, a család félszemmel ide, félszemmel néznénk, tehát én nagyon-nagyon-nagyon pártolnám, hogy a bizottság legyen. És akkor ott az is kiderül, hogy ki mit gondolt, miért azt gondolta. És akkor ott azt hiszem differenciáltabban jelenne meg a munka. Tehát azt gondolom, a bizottságokban érdemi munka folyik. A testületi benne az is érdemi munka, persze, hogy időnként mondunk egyet-kettőt, megszavazunk, de hogy azt, ami eljut a testület elé, azt milyen folyamatban, milyen alkalmanként alkufolyamatokban, meggyőzéssel, szakértői megtámogatással,
mondták, ugye nagyon sokszor beszélek én, és ott különösen a hegyen ott az elég sok megbeszélni való van, hogy jön oda, hogy hogy gondoltátok ezt meg így, meg úgy. És akkor mondja azt, amiben igaza van, mert ő ezt látja. És akkor mondom, megváltozott a jogszabály, át kellett írni, és a mérnökök azt mondták, hogy nem lehet így, mert akármi. Ja, jó. Tehát, hogy ez a tájékoztatás rész, hogy amikor fél és negyed információk jutnak el valakihez, és egy fölvetett pont után látszóra érdemi vita és egyéb nélkül megszavazunk, ez egy picit, nem mondom, hogy félre tájékoztat a lakosságot, de hogy nem ad neki elég információt. Tehát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha bizottsági üléseket közvetítenék, azért ott sokszor nagyon komoly, nagyon-nagyon érdemi vita folyik, és hát persze van olyan, amikor én is szoktam fájlalni, és fel is szoktam néha vetni, hogy vannak, akik bejönnek, oda leülnek, meghallgatja az előterjesztés szavaz, és látom, hogy nem olvast el az előterjesztést. És az nekem nagyon-nagyon komoly, rettenetes anyagmennyiségek vannak, tehát van, hogy néha 3-400 oldal, vagy akár még több, és hogyha mondjuk megkapunk egy ilyen a HÉSZ-hez valamilyen szakértőanyagot, akkor azok rettenetes. Én mindig mindent végigolvasok, ez nem kevés idő, és nem könnyű odafigyelni mindegy. Az állattartás, aztán a HÉSZ, aztán akkor az önkormányzati lakások, akkor az iskola, az óvoda, tehát ezerféle. Ez egy nagyon-nagyon nehéz munka, hogy mindegyikben az ember, amikor fölemeli a kezét, akkor ott legyen a saját döntése mögött az információjával, meg azzal, hogy átgondolta, hogy micsoda. És hát engem azért az szokott zavarni, amikor azt látom, hogy valaki olyan szintű tájékozottsággal van esetleg benne, amit ott hall, vagy azért, mert mondjuk eldőlt, hogy, és most nem akarom bántani a többséget, bár azért néha szeretem bántani őket, mert hogy úgy eldöntötték, hogy ők hogy fognak el együtt. Innét leveszi a terhet az egyéni képviselő válláról, mert ha frakcióként úgy döntöttük, hogy ezt megszavazzuk, akkor mindegy, hogy én mit gondolok. Na nekem például ez a res publika, tehát a klasszikus közösség élet, ugye ezt Rómától eltanultuk, abban nekem nem fér be a frakció fegyele. Ha valakit egyéniben választottak, akkor neki egyénileg kell saját magának, a saját körzetét vinni a hátán azt a batyút, és mondhatja a frakciójának azt, hogy köszönöm szépen, ebben a saját körzetünk más helyzetben van, én most azt képviselem, tehát kiszavaz bele. Van erre egyszer-kétszer példa, nem akarom azt mondani, hogy teljesen homogén, de a kulcsfontosságú kérdésekben azért a mindenkori többség, nem csak a mostani, a korábbiak is mindig összezárnak. Ez szerintem baj, nem ez a dolga a képviselőnek. A többi ellenzéki képviselővel milyen a munka, milyen a kapcsolat, hogy hogyan tudnak együtt működni? Szerintem jól. Balogh Csabával már régóta folyamatosan együtt vagyunk, meg különben is a Csabával szerintem könnyű szót érteni, aki ismeri őt. Andrással is voltunk már együtt, szerintem András is egy nagyon korrekt, odafigyelő, higgadt, megfontolt ember, tehát jó vele együtt dolgozni, jó vele beszélgetni. Béla új ember a csapatban, úgy látom, hogy nagy lelkesedéssel vágott bele, elolvas mindenfélét. Ami nem látszik kifelé, hogy azért a képviselők között rendszeresen megy levelezés. A előterjesztések egy része eleve bemegy, sőt most az új jegyző úr szokta is kérni, hogy ha van valami, olyan, amit még az ülés előtt lehet korrigálni, mert számszaki hiba, elírás, vagy valami, jelezzük, és akkor már azelőtt, hogy ne azon menjen a vita, amit egyébként gyorsabban el lehet intézni. Tehát például ilyenekkel én is meg szoktam őt rendszeresen bombázni. Azt gondolom, hogy az megint, most ez nem is kell, hogy látható legyen a Budakalász lakossága előtt, de az egy fontos dolog, hogy például Béla, mint új képviselő, erre rááll. Tehát olvas, küldözgeti az anyagot, előterjesztéseket. Tehát szerintem, ha most ezt ugye, bár nagyon heterogén az összetétel, ezt egy ilyen ellenzéki oldalnak tekintjük a rendszerben, akkor szerintem mindenkivel lehet. És én azt látom, hogy ebben a testedben mindenkivel lehet együttműködni. És hogyha aki nézegeti régóta az üléseket, messze nem paradicsomi az állapot, tehát azt nem azt mondanám, de hogy azok a fajta nagyon nemtelen viták, amik régen is mentek, durván személyeskedő egyebek, azok ma nincsenek. Ettől jobb a hangulat, és én is mindig azt szoktam mondani, hogy ha az éles vitát személyesé fordítjuk, akkor a másikkal utána nincs miről beszélni, mert hogy rám fog haragudni. Ha nincs személyes konfliktusunk, akkor tudunk ügyről beszélni, akkor könnyebb meggyőzni a másikat, és ezért kerültük mi általában a személyeskedőt, nagyon éles vitáink voltak, de ha lehetett, nem mentünk el a személyeskedés irányába, mert abban a pillanatban, hogy a vita balt, föl tudunk állni, oda tudunk egymásra, most miért nézzed már meg, hogy miért. De ha személyesen veszünk össze, akkor lehet, hogy az ügy is vész ezáltal. Az igaz. Jövőbeni tervek, ugye nyilván a Berdó csatorna, de hát ez meg most már az út. De mondjuk a csatorna az most már remélhetőleg nem az önkormányzaton, hanem hát felsőbb döntés. De még mi az, amit szeretne ön mindenféleképpen a következő, hát 5 év, ugye? De most már 4,5. Igen, most már tedd belőle valami. Hát én nem tudom, hogy örüljek-e, vagy sírjak azon, hogy
teljesen kívül és felülre került a csatorna, hogy majd megkapjuk talán a pénzt, majd megpályáztatják, majd ők kijelölik a kivitelezőt, majd ők ellenőrzik, stb. Meg ott állunk, aztán nézzük, hogy mi lesz vele. Tehát, hogy én azért jobb szeretem, hogyha helyben több a beleszólási lehetőség és a funkció. Tehát igen, az egy nagyon fontos dolog. Utána, ami következő, az egy kulcsfontosságú dolog, az, hogy az út és a felszíni víz elvezetése a Berdónak. Hát nem mondom, hogy ez élethalál kérdés, de majdnem. Ha most valaki feljön, most, hogy már régóta nem volt eső, és megpróbál végig sétálni mondjuk a Gerinc utcán, az nagyon jól teszi, hogyha valami maszkal, vagy valami ilyesmivel jön, mert olyan elképesztő a por. Néhányan rászokunk arra, hogy meglocsoljuk az utcát magunk előtt, de hát azért nem biztos, hogy azt mindenkinek a zsebe elvírja, hogy ivóvízzel locsolja az utcát, meg nem is biztos, hogy szerencsés folyton ivóvízzel locsolgatni mindent. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy szilárd burkolatot pormentessé váljon, mert már óriási a forgalma. Hát az egész hegy tetejéig lényegében beépült, és plusz jönnek még azért a hétvégi telkesek is ehhez. Tehát az egy nagyon fontosnak talán. A másik ilyen nagyon fontos, amit mondtam, ez, hogy a közösségi életnek olyan apró új szintereit teremtsük meg, és ez nem könnyű. Tehát azt látom, hogy mi mindig évről évre meghirdetjük ezt a fotópályázatot. Most beküldtek hárman, ketten, most egy. Pedig szerintem önmagában az egy jó pofadok, és ma mindenki fényképez. Tehát már rég nincs olyan előírás, hogy akkor milyennek kell lenni, bármilyen kép jöhet. De vannak meglepő fordulatok is, például Németországból érkezett egy kép. Ugye idén az átmeneteket próbáltuk, őszből, tavaszba, tél, stb. És ugye ebbe az élőből, a holdba, vagy hogyan éled újra a természet. És kaptunk egy olyan nagyon érdekes képet Németországból, ahol egy idős ember fekszik, az ágyában felravatolózó, és ott van körülötte a család, ugye az életből. Persze benne van az ember fejben, amikor meghirdettük, hogy ez is ide tartozik, de a kép mégis nagyon meglepőt, és írtam is vissza, hogy köszönjük szépen, és hát mivel kiállításra nem került, mert nem érkezett annyi kép, ugye ez majd megy a német nemzetiségeknek a kulturális házába, aztán majd ők ott ezt elteszik. Tehát, hogy szeretném, ha ezt tudnánk erősíteni. Az előadások úgy tűnik azért jól beindultak a faluházba, Szabó Zoltán a fotós, ugye az egyesületünkben most már sorozatban többet is tartott, Kukor Elendének is volt ott beszélgetése, tehát azt gondolom, hogy apró lépésekben ezeket össze lehet rakni, hogy Budakalászon egy jóval szélesebb körű ilyen kulturális élet, ami nem faluháznak csak hivatalból, hanem mások kívülről, vagy beviszik oda, vagy máshova szervezik. Tehát erről nem mondtuk le. Ugye volt egy nagy tervünk, nagy vágyunk a mozival, hogy ott egy olyan ifjúsági ház, klub jöjjön létre, ami nem versenyezni akarna a faluházzal, mert nem programokat kínál, hanem helyet. És a helyben bizonyos fajta lehetőségeket. Mert a fiatalok nagyon gyakran azt szeretik, hogyha nekik terük van, és majd ők kitalálják, hogy mivel töltik meg, de szívesen fogadnak tanácsokat. De úgy programokra, hogy ki van írva, hogy hattól, meg akármi, azokra kevésbé mennek. Most ez ugye nem, ez egyszerűen elképesztő pénzt igényelne, tehát ez így ugrott. Nem igazán találtunk még ki helyette olyant, amit így meg lehetne csinálni. Tehát én a Budakalásznak ezt a fajta közösségi életét szeretném továbbfejleszteni, és amit pedig fontosnak gondolnék, az, amit szintén az előbb is mondtam, ez a mutassunk többet kalászni. Volt egy olyan tervünk, amit ez a kap föl átmenetileg ez lett a neve, hogy Budakalászon sokat járkálnak kibe az emberek. És ha fölfestenénk ilyen mondjuk kék színű, vagy sárga, vagy Budakalászhoz valamilyen módon ez így kötődjön, olyan foltokat, vagy vonalakat csak az utak szélén, ahol ott áll valaki, az azért áll ott, mert menne valamilyen irányba tovább, és akkor én le tudnék lassítani, mellette meg tudnám kérdezni, hogy merre, és elvinné. Mert amikor én megyek föl a hegyre, akkor 10 alkalomból legalább 8-szor biztos, hogy valaki megy gyalog. Megállok mellette, hegyre, ja, és vissza. Most van egy csomó, akit nem is ismerek, életemben először láttam. Reggel jövök le, és ugyanez. És vagyunk néhányan, akik ezt megcsináljuk, és sokan meg úgy mennek. Előttem elmegy 4 autó, mindegyben egy ember ül, és ott megy le a gyalogos cekkerével egy idősebb. És nem áll meg mellett. Nem értem, hogy miért. Most mi történik, ha megáll 10 másodperc? Beül valaki, megáll valahol még 10 másodperc, hogy majd kiszáll. Tehát, hogy azt szeretném, hogy ez például benne legyen a fejekben. Ez megint összehozza egy kicsit a közösséget, és hát egy csomó embernek megkönnyíti az életét. Tehát, hogy ilyen helyeket. Ezt még 2007-ben találtuk ide, vagy lehet, hogy ez már 2011-ben találtuk így ki, és igazából nem láttuk azt a helyet, ahol ezt nem a földrajzi helyet, ahol lefő lehetne festeni a vonat, hanem hogy hogyan tudnánk ezzel a nyilvánosság elé kilépni. Elmondtuk, leírtuk, szószoróba megírtuk, de valahogy nem lett benne semmi. Nyilván benne van az is, hogy mi sem
kevesen vagyunk, nagyon sok mindent kéne csinálni, és sok minden munkája van más is az embernek, de én nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy ezek a fajta kicsi gesztusok, ilyen lenne a könyv is, ilyen lenne a tájékoztató tárlam, ilyen lenne mondjuk ez, akkor fölvesszük a másikat, hogy ezzel azért sokkal élhetőbb Budakalász lehetne létrehozni. Mostan is élhető, de azért ezen még van mit fabrikálni. Hát tervek, célok, munka van bőven, kívánunk hozzá sok sikert és kitartást. Nagyon szépen köszönöm, igyekszünk azon lesz, és kérlem, akkor a hétvégére jöjjön mindenki, aki ráér, mert szerintem ez a kétnapos program jó lesz. Köszönjük szépen a beszélgetést. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.